Már működik a Szökőkút a Szekszárdi Művészetek Háza előtti téren. Ez az első, amit idén a szakemberek elindítottak. A többi beüzemelésén is dolgoznak, ám azok közül néhány tavaly a pandémia ide alatt megrongálódott. Mivel hosszú ideig nem voltak elindítva, az elektromos berendezéseik felmondták a szolgálatot. Ezek nehezen beszerezhető alkatrészek, de már leadták a rendeléseket, mondja a megyei jogú város alpolgármestere. Nekünk az a lényeg, hogy biztonságosan üzemeljenek, mert itt ilyen elektromos problémák, zárlatok is vannak, és azt nem szeretnénk, hogyha bármilyen sérülés vagy baleset ezekből a műszaki problémákból adódna. A tervek szerint a szökőkutakat a jövő héten tudják elindítani Szekszárdon, miután valamennyit sikerült megjavítani. Hétfőtől a nem üzemelő kutak folyamatosan megnyitásra kerülnek. Hétfőn indul a Béla tér, és akkor utána folyamatosan a Megyeháza, Garai tér, és úgy jövünk le a Liszt térre. Ezzel egy időben folyamatosan helyezik újra üzembe a városban található ivókutakat is, sőt a helyiek komfortérzetét növelő, a kánikulát elviselhetőbbé tevő párakapuk is kikerülnek Szekszárd közterületeire.